Halihó ellenállók, halihó sevizások. Láttátok a bevezető szöveget, ez nekem annyira tetszik, ez a Cumi Credit reklám, hogy nyilván most ezen a hétvégén is a Sziget-Szentmiklósi banki és Fidesz irodás vélemény nyilvánítást itt kezdem, és ma a mai nagyjából 3/4 órában, amíg együtt leszünk, arról szeretnék veletek beszélni, hogy csak magunkra számíthatunk az ellenállásban. Úgyhogy kezdjek is bele, miért húznám az időt. Ugye bringával jöttem, nagyjából fél órája indultam el otthonról, tehát lesz egy kis sport is a mai napon, meg lesz egy kis vélemény nyilvánítás is. A szemfülesek már biztosan látták, hogy a Szigethalmi otthontipró Picsányi bankautomatánál már megtettem a vélemény nyilvánítást. Most ide a Cumi Credit bankra is kiteszem, hogy a végrehajtásokat le kell állítani. Miért is kell leállítani? Hát láttátok, Inárcson meghalt egy ügyintéző, és tönkrement egy másik család, ahol is ugye a családfő most valószínűleg börtönben ül. Kérték az előzetes letartóztatását, és az is lehet, hogy már el is rendelték, hiszen valahol most járunk a harmadik nap környékén. Egy ember, akinek elege volt abból, hogy elveszíti a házát, hogy bárhova fordul, nem kap segítséget, és ezek a mocskos politikusok és bankárok fosztogatják. Tehát emiatt oda jutottunk, hogy emberi életet és családok életét tette tönkre megint a Seviza kölcsön. Holott évek óta mondjuk, nem tudom, pont látjátok-e, hogy a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat le kell állítani, mert ugye az Európai Unió bírósága és az Európai Bizottság is vizsgálja a magyar sevizás törvényeket, a bankmentő törvényeket, tehát gyakorlatilag semmi alapja nincs annak, semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy embereknek elveszik a házát, és ezt az embert, ezt bizony most ki akarták fosztani, ő neki meg elege volt és szúrt. Igen, hogy a Inárcsi esetről nem sokat hallottunk a médiában. Persze, hát ugye nem akarják, hogy ez feltüzelje a népet, a mi feladatunk, és ezzel köszöntelek is, Farkas Borzas, hogy a mi feladatunk, hogy minél több felé elterjesszük, de nem feltétlen a tragédiát, hanem az ez alapján szükségessé vált cselekvést kell nekünk elterjeszteni, mert nyilván oké, hogy vannak ezek a mocskos politikusok, meg vannak ezek a kifosztó bankárok, de hát azért ők sem mindenhatóak, tehát nehogy azt higgyétek, hiszen láthatjátok, hogy azért lassan 5 éve lesz, sőt már 5 éve van, amikor az első eljárásokat elindították ellenünk, és még mindig élünk, mint sárgapólósok, és még mindig nyomjuk a véleménynyilvánításokat, és én azt gondolom, hogy soha nem látott népszerűség get is értünk el a tetteinkkel, és soha nem látott módon fosik tőlünk a hatalom. Ugye megcsinálták a fosó törvényüket is, hogyha emlékeztek, ugye ami, sziasztok, beszköszönök nektek, tehát a fosó törvény, ugye a gyülekezési törvény módosítása és a tákolmány buzerálása, a hetedik buzerálása is. Tehát ha belegondoltok, akkor igenis ezek nem mindenhatók, viszont mi mindenhatóak vagyunk mindannyian, és hogyha nem csak páran járnánk a házaikhoz, akkor már rég leálltak volna a végrehajtások, hiszen ez az, ami a leginkább basztatja őket, hogy a házaikhoz járunk véleményt nyilvánítani, meg ugye a bankárokat, meg az a házaikon kívül, hogy a bankokhoz, a bankokra, a bankokba, vagy például ugye a fideszes igazságszolgáltatás irányítását és az ebben résztvevő parancsnokokat, pedig az, hogy a bíróságokon is véleményt nyilvánítunk. Hát ez nagyon idegesíti őket. Tehát mondjuk azt, hogy ez az, ami a bíróságoknál a leginkább oda vezethet majd, hogy meg fog szűnni a kifosztás, illetve a fideszes irányítás. Ugye a titkos iroda, ugye a TNT így is írhatta volna a titkos üzenet helyett, hogy a titkos iroda, és a titkos Fidesz irodán van egy titkos fideszes üzenet, tehát olyan pici lete már, tehát van ez a hatalmas nagy iroda, óriási nagy ház, itt Sziget-Szentmiklóson, és ebben egy icipici fideszes, meg KDNP-s logó, ott az icipici Orbán Viktor kép alatt mellett, tehát gyakorlatilag ezekből
ennyi lett ebből a Fideszből, de csak azért lett ennyi, mert nem merik már kiírni, hogy Fidesz iroda, hogy nehogy kedvet kapjanak az emberek, és tömegestől jöjjenek ide, és ragasszanak fel plakátokat, amiket most én is meg fogok tenni. És higgyétek el, hogyha minden nap itt százszámra lennének plakátok, akkor egészen más lovon ülnének már ezek, vagy már lehet, hogy nem is ülnének lovon. Ugye az első és a kedvencem, amikor ez a Orbán, akiről ugye azt mondta, ez az állellenzéki és álltámogató Simicska, hogy egy geci, hogy ez az ember ne hazudjon, tehát ez a legfőbb üzenet egyszer, ide. És hát ugye azt se felejtjük el, hogy az Inárcsi tragédiáért a legfőbb felelős Orbán Viktor, tehát neki kellene most előzetesben ülni, hiszen ugye itt a másik fontos plakát, amit elő fogok venni, a végrehajtások leállítását már 2013-ban a házánál követeltük, egy hónapig sátoroztunk a házánál, hogy le kell állítani a végrehajtásokat, és ezt minden reggel a pofájába mondtuk, és akkor egy kicsit le is állította, de aztán teret engedett a bankároknak, és ezzel a térengedéssel gyakorlatilag újból szabadjára engedte a kifosztást, és ezért kellett meghalnia most Inárcson egy ügyintézőnek. Éppen ezért, mivel így teret engedett a bankároknak ez az Orbán fickó, ezért ide teszek ma a fejem mellé ezt a idomított majmot. Ez a narancssárga fokozatú idomított majom, tehát ez ide így ki is került, és az egyik ragasztóm az meg is adta magát, de hát természetesen egy sárga pólósnál legalább két ragasztó mindig van, van amikor három is, de most csak kettő, tehát be kell, hogy tegyek újból két ragasztót, hogy megint legyen tartalék. És hát ugye mi más tehetnénk még ide ki, azt, hogy Magyarország egy diktatúra, és hogyha neked sem tetszik, akkor tegyél ellene, szól ez az embereknek, tehát minimum minden nap véleményt kellene nyilvánítani a diktatúra érdekeltségeinél. Ezek pedig nem csak a Fidesz irodák, hanem az ellenzékiek is egyébként, tehát ezt se felejtsük el. Azon kívül pedig a bankárok és a bankok, ezek testesítik meg a pénzügyi hátterét ennek a diktatúrának. És hát azt se felejtsük el, kedves nézők, hogy ezt az irodát a ti pénzetekből tartják fenn, és egyébként már leszették a nyitvatartását is, tehát fenntartanak egy irodát az adófizetők pénzéből, és mondjuk nem biztosítják azt, hogy az adófizetők ide jöjjenek, és mondjuk a Fidesz felé üzeneteket tudjanak megfogalmazni, beadhassanak egy beadványt, tudjanak találkozni a kormánypárti politikusokkal, és meg tudják beszélni, tehát a képviseletet tudják biztosítani. Ez pedig én azt gondolom, hogy ha mi pénzünkből fenntartanak egy irodát, és azt nem arra használják, amire való, akkor az lopás. Nem is tudom, hogy van-e még ide bármi, ami hogyne a másik. És nem csak Magyarország diktatúra, hanem ez egy diktatúrát építő szervezet, tehát ezt is ide kiteszem, mondjuk ide a nyitvatartási tábla helyére, tehát ahol korábban a nyitvatartás volt ezen a helyszínen, ide kiírom, hogy ez egy diktatúrát építő szervezet, ugye emlékeztek, a fideszesek is előszeretettel plakátolnak ellenzéki civil szervezetek irodáit, tehát ez azért így mindenképpen fontos, hogy mi is ezt visszaadjuk nekik, tehát nincs ezzel semmi probléma. Ide-oda, és így kialakul egy társadalmi vita, és amikor kiderül, hogy mi vagyunk többek, akik úgy gondoljuk ezekről, hogy ez egy diktatúrát építő szervezet, akkor győzni fogunk, de amíg ez nem derül ki, mert csak a Facebookon hőzöngtök, addig bizony úgy veheti a Fidesz, hogy ez nekik kiváltságuk, hogy itt uralkodjanak, és akkor itt már meg is vagyunk. Mindjárt rápillantok, most itt egy kicsit bejövök a árnyékba, és akkor megnézem, hogy azóta ki mit üzent, ha látom.
nem fogom ma látni, de talán igen. De most már van gyülekezést korlátozó törvény, vagy még nem lépett életbe, amelyik védi a nagyságos urak otthonait. Hát igen, Farkas, mondhatjuk így is, hogy van ilyen, nem lépett még életbe egyébként, tehát az még azért én úgy tudom, hogy van lehetőségünk még ez ellen fellépni, de ami ennél is izgalmasabb és fontosabb, hogy ez a törvény, ez nem fogja őket védeni. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy oké, hogy esetleg nem mennek még többen a házaikhoz véleményt nyilvánítani, mondjuk valószínű mi azért ki fogjuk próbálni, mert szerintem ez nem akadályozza meg, hogy mi magunk oda menjünk. Az, hogy azok, akik eddig sem mentek, azoknak meg teljesen mindegy. De legfeljebb a plakáttól védi meg őket, de az, hogy valahol máshol kiugorjon a bokorból valaki, ahogy a Csányi felesége mondta, hogy attól fél, és azért nem tetszik neki, hogy a házánál véleményt nyilvánítunk, ha mi van akkor, hogyha én egy kapuajból kiugrok és megtámadom a férjét. Ez ugye önmagában fasság, mert szerintem a Csányi sehova nem megy gyalog, csak testőreivel és autóval, és emlékszem, amikor a sportcsarnokban volt egy otthontipló Picsányi kongresszus, az összes régióból minden bankár ott volt, vagy banki alkalmazott, legalábbis a vezetők, akkor a TEK védte, amíg ott volt a Csányi. Tehát azért lássuk be, hogy a Csányit elég nehéz lenne egy bokorból elkapva mondjuk megtámadni, de hát azért a többi politikus azért nem mindenkinek jut három tekes, tökös-tekes, mert ugye tudjuk, hogy azok tökösök, hiszen nem könnyű oda bekerülni, még edzett rendőröknek sem, de azért ettől nem fogja őket megvédeni, és én azért attól tartok, tartsanak inkább őkettől, hogyha korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, akkor valaki majd egyszer csak úgy gondolja, mint Inárcson ez az ember, hogy ő akkor másképp oldja meg ezt a dolgot. Tehát szerintem ezzel a törvénnyel maguknak sem tettek jót, de hát majd látjuk. Hát nyilván nem gondolkodhatunk az ő fejükkel, és nem is tehetünk semmit az érdekükbe, mert ezek már teljesen elveszítették a kapcsolatukat a valósággal. Nem hallgatnak meg minket, látjátok, a végrehajtások megszüntetése ügyében sem. Közben ugye megérkeztem otthontipló Picsányi Bankhoz, és ide is a végrehajtások, kilakoltatások leállítása, a plakát fog kikerülni. Tehát ugye ebben sem hallgattak meg minket, hogy sőt, ugye amikor nemhogy nem kérték ki a véleményünket, hanem amikor még mondtuk a véleményünket, akkor gyakorlatilag ezt is korlátozzák, és nem akarják meghallani, hogy le kell állítani a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. És éppen ezért ebben a gyülekezési törvény módosításában sem kérték ki a véleményünket, mint ahogy senkiét nem kérték ki. Ők maguk összeraktak valamit, amit úgy gondolják, hogy helyes, aztán majd nem győznek újból és újból módosítani, mert rájönnek, hogy ez gyakorlatilag egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az előbb kijött valaki, úgyhogy elvileg nyitva van. Tehát, igen, tehát csak rá kellett olvasni az ajtóra. Tehát ide már is kikerült a végrehajtások leállítását, a követelőplakát, a multiplakát és a diktatúra elleni fellépésre felhívó plakát is, tehát ez is ide kikerült. Jobban is néz ki, mint az előbb, és akkor mindjárt nézem még, hogy az üzenetekre tudok-e nektek válaszolni. Azt mondja, Inácsi esethez természetes családvédelmi ösztönt, ilyenkor a védő majd felemleget. Remélem, tehát bízom benne, ugye itt a végszükség esete az erős felindulás, de hát egyébként olyan sokat nem segít rajta, hiszen azért szinte biztos, hogy ennek az Inárcsi embernek, akinél elszakadt a cérna, jó néhány év börtön sajnos kinéz,
és ez egy elég szomorú dolog. Orbán Viktornak kellene ott ülni, Bóna Zoltánnak, akinek ugye sokszor elmondtuk a háza előtt, hogy le kell állítani a végrehajtásokat, Kövér Lászlónak, ahol nekem rendőrségi papírom van róla, hogy egy év alatt 105-ször voltam a házánál, és mindannyiszor elmondtam, hogy le kell állítani a végrehajtásokat, és nem tette meg. Tehát ezeknek az embereknek kellene most ott a börtönben ülni, és az ő ügyvédeiknek kellene most azon gondolkodni és küzdeni, hogy hogy hozza őket ki, és nem egy áldozatnak. Átfordítom így a kamerát, Kamatemelő és Hitványbankhoz érkeztem közbe. Látjátok, hogy jó társaságban milyen gyorsan szalad az idő, és milyen gyorsan fogynak a bankok, hiszen ha jól számolom, ez már a harmadik bank lesz. És még igazából az eredeti témáról nem is olyan sokat beszéltünk. Nem olyan nagy baj egyébként, ha nem lesz rá idő, vagy nem jut eszünkbe. Amit eredetileg akartam a mai napon mondani, azt a videó leírásában megtaláljátok. Tehát oda kitettem, és ott akkor esetleg ti magatok is el tudjátok olvasni, és ahhoz is tudtok hozzászólni, azzal kapcsolatban is tudtok megosztásokat tenni, de leginkább azzal kapcsolatban én azt gondolom, hogy cselekvésre lenne már szükség, tehát hogy megfogadjátok azt, hogy itt, vagy elhiggyétek végre azt, hogy itt senki nem fogja helyettünk, értünk, miattunk megoldani a sevizás problémát és más egyéb problémát sem. Ott felsoroltam ugye, hogy ki mindenki nem fogja megoldani. Ugye nem fogják megoldani az állellenzéki politikusok. Nekik ez a diktatúra, ez tökéletesen megfelel. Ennél jobb nem is lehetne, hiszen semmi felelősségük nincs. Most gondoljátok el, széttehetik a kezüket a politikusok, hogy jaj, hát mit tudunk mi csinálni ellenzékből, még csak el se jut a javaslatunk a parlament elé, mert leszavazzák már bizottságba, ugye ezt szokták mondani, én szoktam ilyenekkel beszélgetni ilyen állellenzéki politikusokkal, hát ez folyamatosan a kommunikációjuk, hogy ők bizony nem tudnak semmit csinálni, de ezt teszi mindegyik, és igazából megcsinálják a kis hülye pávatáncaikat, beadnak néhány beadványt, vagy felszólalnak a parlamentbe, hogy most akkor Orbán Viktort hogyan szólítsák, meg ilyenek, de hát valós tevékenységet nem végeznek. Tehát ilyen esetben, amikor mondjuk kétharmaddal uralkodik egy diktátor, mint Orbán Viktor, teljesen fölösleges a parlamentbe ücsörögni, tüntetéseket kellene szervezni, állandó jelenlétet az utcán, bojkotálni a rendszert, nem tanítani, nem ítélkezni, nem gyógyítani, és egyébként semmit nem csinálni, ami a hatalomnak kedves. És hello, szia! És mindent csinálni, ami a hatalomnak nem kedves, és most itt valaki rám köszönt, hogy hajrá, hajrá, tehát gondolom látja és hallja, amit csinálok. Nagyon sokan mosolyognak egyébként, és valóban itt lenne az ideje egy össztársadalmi, összellenzéki bojkotnak, de hát ezekkel az ellenzéki politikusokkal ez teljesen kizárt, hogy meg tudjuk csinálni. Nem érdekük nekik, hiszen gondoljátok el, közben megérkeztem a Budapest Bankhoz, és amíg itt felteszem a plakátokat, addig elmondom, gondoljátok el, hogyha mondjuk megdőlne Orbán hatalma, akkor kiderülne, hogy ezek az ellenzékiek semmihez nem értenek. Semmivel nem tudnák jobban csinálni, ők is csak el akarják lopni a lóvékat, és most ők megelégszenek ezzel a kevéssel, tehát míg mondjuk Mészáros Lőrinc óránként tud 11, sőt most már állítok 18 millió forintot is keresni, addig mondjuk egy ellenzéki politikus megelégszik havonta 1 millióval. Én azt gondolom, hogy sokan Magyarországon megelégednénk havonta 1 millió tisztességesen megkereshető jövedelemmel. Tehát akkor gondoljátok el, hogyha ezek megkapják a semmi munkáért havonta az 1 milliójukat, semmi felelősségért megkapják havonta az 1 milliójukat, akkor mi a töknek csinálnának bármit is, és egyébként ezt jól tartják is ehhez magukat, és tényleg nem csinálnak semmit. Tehát őrájuk abszolút nem számíthatunk a pénzügyi és politikai diktatúra megdöntésében, tehát nézzétek meg, ezzel már is készen vagyok. Tehát, hogyha őrájuk nem számíthatunk, mint ellenzéki politikusokra,
akkor ki másra számíthatnánk? Hát még jöhetnének ezek a civilnek mondott szervezetek, akikről ugye látjuk, hogy nem valódi civilek, és nem valódi ellenzékiek sem, hiszen az a dolguk, hogy lecsendesítsék a népet, úgy csináljanak, mintha történne valami, de nem történik semmi, tehát ezt jól látjuk. Erre legjobb példa volt, és én azt gondolom, örök tanulságul kellene ezt vennünk, hogy az elcsalt választás után csináltak néhány sétálós tüntetést, és azóta semmit nem hallunk róluk. Hát ha ők valóban ellenzékiek, és valóban civilek lennének, akkor azóta minden nap az utcán kellene lenniük. De hát ezek nincsenek, nem hallunk hatalmas nagy szervezkedésről, és egyébként mindenki kussol, akikről egyébként azt hittük, hogy mondjuk valamit csinálnának. Hát már aki hitte, tehát én azért ezt jól láttam, hogy ezeknél semmire nem számíthatunk. És már itt is vagyok az ötödik bank, igen. A Cibaszok, nem ez a, dehogy nem a Cibaszok veled bank. És megnézem itt az árnyékba, igen, itt látom, hogy mit írtatok. Marika és Ferdinánd is élőzött az előbb, de jó, nagyon örülök neki, most ezt abszolút nem is tudtam róla, ugye itt meg nem látom. És akkor Bíró Zoltánné az Inácsi férfi tette a bankárok és társaiknak a bűne, ennek a férnének az esete elgondolkodtató, nem lehet hibáztatni őt, csak azokat, akit ők és a családját ilyen helyzetbe hozták. Így van, erről beszéltem korábban, és örülök neki, hogy te is ezt felvetetted, és tökéletesen igazad van. Egy valami szintén fontos, hogy ezt, hogyha ez a véleményetek, akkor ezt is nyilvánítsátok ki a mocskos politikusok házainál. Tehát ne csak a Facebookon írjátok ki, mert sokat nem ér, ugyanis sem Orbán Viktor, sem Kövér László nem nagyon nézegeti a te Facebookodat. Egyébként a miénket is csak azért, mert elmegyünk a házaikhoz, és ott mondjuk el a véleményünket. Egyébként az enyémet sem néznék, hát mi a töknek nézegetnék, bőven elég neki megszámolni, hogy havonta mennyi fizetést vesz fel a semmiért, és azon gondolkodni például Kövér Lászlónak, hogy holnap kit tiltson ki a parlamentből, tehát nem foglalkozna vele. Így viszont, hogy azért elmegyünk rendszeresen a házaikhoz, így azért folyamatosan megnézik, hogy mit mondunk, mit gondolunk. Ezért is mondom, hogy mindenképpen felelősök, és jól írod te is, hogy felelősök azért, hogy Inárcson meghalt ez a hölgy, mert hogy nekik már régen le kellett volna állítani a végrehajtásokat, hiszen több százszor mondtuk el ezt már a házaikhoz. Andrea írja, nem civilek, ellenzék, miért van olyan? Igen, nem civilek és nem ellenzékiek, nincs, tehát sajnos ilyen csak az aktív cselekvők között van. Ezt onnan veszed észre, hogy valaki valóban civile és valóban ellenzéke, hogy olyat csinál, ami nem tetszik a hatalomnak. És azt meg onnan méred le, hogy nem tetszik a hatalomnak, hogy eljárásokat indít ellened, folyamatosan megpróbál ellehetetleníteni, küzd ellened, törvényeket hoz a saját védelmébe, te ellened, a te tevékenységed által. Tehát ekkor fogod látni, hogy ő most akkor tényleg, vagy te most akkor tényleg ellenzéke vagy-e ezeknek a mocskoknak. És innen le tudod mérni, és legyél ellenzéke, tehát valódi ellenzéke, valóban basszál oda nekik, mert ez azért így tarthatatlan, ami most Magyarországon van, és nem is szabadna ezt sokáig hagynunk, mert lehet, hogy egyre nehezebb lesz kijönni belőle, vagy egyre tragikusabb lesz, ugye erről már nagyon sokszor beszéltünk 2013 óta, hogy bizony egy ilyen eset, vagy több ilyen eset bekövetkezhet. Az ellenzék nem tesz semmit, vegyük már észre, azt mondják, hát nem mi nyertünk, de asszisztálnak azzal, hogy bemennek. Igen, persze, biztosan a Ferdinándékat nézted, vagy ja nem, engem néztél, de esetleg valaki nem látta. Igen, örülök neki egyébként, hogy sok mindenben egyetértünk, és nagyon tetszik ez, hogy ilyen sokat írogattok a videókhoz. Osszátok is ugyanezekkel a hozzászólásokkal ezeket a gondolatokat, és másokat is biztassatok arra, hogy ők is csináljanak ilyeneket, mert
jól megbeszéltük, és azt hiszem, hogy egyet is értettünk most abban mindannyian, hogy sem a politikusok, sem a politikai szarkavarók, akik csak szervezkednek, akik azt mondják, hogy legyünk majd sokan, és majd, ha sokan leszünk, akkor csinálunk valamit. Na de gyerekek, hát ezt előbb csinálni kell valamit, és akkor majd ahhoz csatlakozzon valaki, és nem egyszer kell csinálni, hanem folyamatosan újból és újból ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni, tehát ez mindenképpen csak így tud működni. Úgy semmiképpen nem, hogy néha kimegyünk egy kicsit egy nagy térre, ott valakik osztják az észt órákon keresztül, főleg arról, hogy milyen szarba vagyunk, de nem tesznek olyat, ami nem tetszik a hatalomnak. Azt se felejtsük el, és még ide kikerül a sárga szalag, azt se felejtsük el, hogy a hatalomnak az tetszik, hogy kimentek a térre, és ott osztjátok az észt, hiszen akkor azt tudják mondani, hogy hát itt demokrácia van, gyerekek, ne hülyéskedjünk. Hát látjátok, kimehetnek a térre, ott oszthatják az észt, elmondhatják a véleményüket, lehet gyülekezni. Igaz, hogy most már majd akkor be kell jelenteni a rendőrségnek, itt azelőtt két nappal, hogy elkezdett szervezni, de hát ez már egy másik történet. De lehet, tehát önmagában nem tilos, és azt mondják sokan, ahol nem diktatúra, mert Magyarországon szabad szólni, de most már csak ott szabad, ahol a hatalom megengedi, akkor, amikor a hatalom megengedi, és csak úgy például olyan ruhába, amilyen ruhában a hatalom ezt megengedi, és akkor én azt gondolom, hogy ez már is nem szólásszabadság, hiszen a szólásszabadságba beletartozik, hogy a helyszínt te választod meg, beletartozik, hogy az időpontot is te választod meg, az eszközöket, a jelképeket, mindent te szabadon megválasztasz, tehát akkor szólás szabadság. Egyébként legfeljebb szólás van, de szabadság nincs. Vagy ahogy Anita ugye 2017-ben, miután engem kitiltottak Budapestről és 17 megyéből Budapestről, azóta is ki vagyok tiltva, ugye azt mondta, hogy ez itt egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság, és sajnos ezt nagyon sok ember nem vette komolyan, és mondjuk akkor kellett volna már rögtön százaknak és ezreknek minden nap Csányi házához menni. Ha meg már ott van Csányi házánál, akkor onnan nem messze van Trócsányi háza is. És gondoljátok el, hogyha Trócsányi, aki jegyzi ugye a tákolmánybuzerálást is, és a gyülekezési törvény módosítását is, hogyha minden nap százak és ezrek lennének ott a Mártonhegyi úton, akkor vajon ugyanezt tudta volna, vagy merte volna, vagy akarta volna leírni törvénymódosításban, mint amit megtett. Tehát ez azért én azt gondolom, hogy szinte kizár, hogy ez így legyen. Ki kellene egyszer próbálni egyébként, hogy rendszeresen elmész, tüntetsz, véleményt nyilvánítasz, plakátot ragasztasz, meg ilyenek, hogy akkor vajon mi történne. Tehát ugye tudom, hogy ehhez fel kell emelni a seggeteket, de hát ez egy ilyen műfaj, a szabadságot nem adják ingyen, tehát nehogy azt higgyétek már. Azért nem adják ingyen, mert akiket megbíztatok a szabadság védelmével, azoknak nem érdeke a te szabadságodat védeni. No, mindjárt nézem, hogy itt van egy kis árnyék, ide teszem a telefont. Inárcsi tragédia, két család, két áldozata van a kifosztó bankoknak és politikusoknak. Igen, nem nagyon látom, de nem baj, megpróbálom. Mafia van az országban, így van, abszolút, abszolút teljesen igazad van. Fehér ink, piros nyakkendő. Igen, ezt most nem értettem, hogy mire mondtad, lehet, hogy a mocskos politikusokra írta Irénke. Szia! Nem csak Trócsányi. Hát persze, hogy nem csak Trócsányi, csak azért mondtam, hogy ha már valaki elmegy, közben megérkeztem egy otthonti propicsányi automatához, tehát ha már valaki elmegy Csányihoz véleményt nyilvánítani, akkor ott lejön az Ötvös úton és a Mártonhegyi úton lefele, akár gyalog is könnyen járható, mert lefele kell jönni, csak ott van már Trócsányi, és onnan már csak 200-300 méter Sumákfali a Cibaszok veled bank vezére. Onnan szintén már csak 350-400 méter utasi a merkantil vezér, de mondjuk egy óra alatt lassan menve is gyalog el lehet érni Orbán házához, és akkor lehet csinálni egy ilyen kis kört. Ugye ide is kiteszem, hogy le kell állítani a végrehajtásokat, Magyarország egy diktatúra, és ide is kikerül egy ilyen banki multiplakát,
hogy tudjanak mit olvasni az erre járók, hogy nem csak a végrehajtásokat kell leállítani, hanem hogy te magad döntesz, meglakolnak vagy kilakoltatnak, és valóban nincs más lehetőség. Ez a kettő, és itt is hagyták, nem tudom mennyire látjátok, az előző sárga szalagot, meg azt, hogy végre, a végre, azt szintén itt hagyták, amikor letépték, és ide a Magyarország diktatúrából, ide még oldalra is teszek, hogyha jönnek az emberek, akkor jól lássák, és itt is megmaradt a sárga szalagom, baromi jól néz ki. Én, tehát spórolós a történet, tehát aki letépi, az spórolt nekem, nem olyan nagy baj ez, természetesen. És akkor az utolsó állomás következik a mai napon, és szerintem akkor el is jutottunk oda, hogy na jó, de hát, hogyha nem a politikusok, nem a szájhős politikai szarkavaró, akkor ki a tök fogja ezt a diktatúrát megdönteni? Hát van egy rossz hírem, kedves nézők, te! És nem is így, hogy mi együtt, meg minden egyéb, hanem a te egyéni cselekvésed. Tehát senki más nem fogja ezt megtenni. A sok egyéni cselekvésből jön majd össze egy összes nagy cselekvés halmaz, és amikor majd lesznek valódi egyéni cselekvők, itt is tesz valaki valamit, ott is tesz valaki valamit, persze rendszeresen, tehát nem egyszer-egyszer így tiszavirág életűen, hanem újból és megint, na akkor majd érdemes lesz összeállni, de nem is biztos, hogy össze kell, hanem ezek sikítva fognak menekülni, és azért fognak sikítva menekülni, mert ez már nekik nem fog tetszeni, mert ezzel dolguk van, és akkor már nem éri meg nekik lopni, csalni, hazudni, mert tudják, hogy el lesz vágva a nyakuk. Képletesen is akár, tehát nem feltétlen biztos, hogy nyakelvágásra lesz szükség, hiszen látjátok, a plakátok sokkal veszélyesebbek, és sokkal kevésbé tetszik nekik. Persze, ugye kicsit tartósabban kell csinálni, tehát ugye a plakátoknál nem úgy működik, hogy egyszer kell kitenni, míg ugye nyakat elvágni egyszer is elég, de hát azért elég hosszú börtönbe lehet kerülni, és én azt gondolom, hogy nem is az a fő megoldás. Az a fő megoldás, hogy rendszeresen elmondod neki a véleményüket. Például ugye itt Bolna Zoltán országgyűlési képviselőnek kiteszem, hogy ez egy diktatúrát építő szervezet, tehát ez egy tökéletes üzenet ide, illetve ugyanígy a postaládájára teszem most ki azt, hogy ne lopj, ugyanis ebben az irodában, amit kedves nézők, a te pénzedből tartanak fenn, én még soha nem találkoztam Bolna Zoltánnal, és én azt gondolom, hogy ha a te pénzedből fenntart egy irodát, képviselői iroda, ki is van írva, hogy Bolna Zoltán országgyűlési képviselői irodája, akkor itt csak azért kéne már valamit csinálni, hát ő nem csinál semmit, tehát akkor mindenképpen lopás ezt a pénzt elkölteni, bérel irodát, bérel titkárnőt, de teljesen fölöslegesen. És én azt gondolom, az én pénzemet ne herdálják, ide is teszek egy sárga szalagot. Ha véletlen nem tudnák, hogy esetleg egy sárga pólós volt itt, halihó, itt mindenki integet, vigyorog, amikor csinálom a dolgokat, hát én azt gondolom, hogy inkább nekik is mindenképpen csinálni kellene. Persze jól esik, hogy azt mondják, hogy hű, de ügyes vagy, meg de frankó, de én azért azt szeretném, ha inkább győznénk végre, mint itt sokat cselekednénk, és a sok cselekvés végre győzelemre minden, ehhez még egy kicsit rá kell hajtani. Ide kérdettem, hogy a végrehajtásokat le kell állítani, ugyanis Bolna Zoltánnak is most börtönben kellene ülni, pont azért, mert hogy ugye Inácson meghalt egy hölgy, és évek óta mondjuk az ő házánál, biztosan több mint 60 alkalommal mondtam már el, hogy le kell állítani a végrehajtást, sokat, és ide is, erre az irodájára is már legalább annyi alkalommal kitettem, hogy le kell állítani, tehát Bolna Zoltánnak is tudnia kellett volna, hogy ezzel kapcsolatban cselekednie kellene, és nem megvárni, amíg mondjuk az ő képviselői körzetében is lesz egy tragédia, hiszen azért ne felejtsük el, Dunavarsányban, ahol Bolna Zoltán lakik, ott is rengeteg végrehajtás, árverezés van. Múltkor bementem az önkormányzathoz, és 20-valahány banki árverezést láttam, tehát az azért én azt gondolom, hogy elég sok.
ide a Bona Zoltán is kap ide a nagy táblájára egy idomított majmot. Így. Meg egy ne hazudjot. Tehát ugye például az is igaz, tehát ha belegondoltak, ugye ide is kiírta ilyen nagy táblára is, hogy Bona Zoltán országgyűlési képviselői iroda, tehát akkor ezt is lehetne mondani, hogy Bona Zoltán ne hazudj, hát ez nem a Bona Zoltán képviselői irodája, mert sem Bona Zoltánt nem láttuk itt, sem országgyűlési képviselői munka nem folyik ebben az irodában, tehát ebből is látszik, hogy ezek a fideszesek, ezek nagyon hazudósak, és akkor ide is, erre az oldalra is teszek egy sárga szalagot, és ide mondjuk a majomhoz teszem most a sárga szalagot, és itt a másik oldalt is megnézem. Igen, ide mit is kellene tenni, ide is még egyszer a végrehajtások leállítását. Gondoljátok, ezt azért minden héten valaki leszedi ezeket a plakátokat, gondolom el is olvassa, hogy mi lehet vajon ezen a felirat, és akkor lehet, hogy szólnak minden alkalommal Bona Zoltánnak, hogy figyelj Zolikám, csak le kéne állítani ezeket a végrehajtásokat, tehát már megint kitették, De Zolikám, te utána néztél már ennek, hogy mit kellene csinálni ezzel a végrehajtásokkal? És Zolika, Bona Zolika nem nézett utána, tehát ez egy elég nagy probléma. Én egyszer nem hallottam még felszólalni a parlamentben, egyszer nem jött ki, amikor ott voltunk a házánál közénk, hogy gyertek, beszélgessünk már erről, hogy most akkor hogy is van ez, tényleg le kéne állítani ezeket a végrehajtásokat, miért gondoljátok, hogy le kéne, mi ennek az alapja, stb. Stb. Tehát ilyeneket én még egyszer, vagy ilyen cselekedeteket egyszer sem hallottam tőle, de természetesen mi azért kitartóan megyünk tovább, és most ide, ezen az oldalon, meg a végrehajtások leállításához teszem oda a sárga szalagot, Magyarország diktatúra. Itt van az idomított majom, a ne hazudj, a megint a végrehajtások leállítása, a Magyarország diktatúra felirat. Ez egy diktatúrát építő szervezet és a ne lopj felirat. És akkor gyorsan még megnézem, hogy mit írtatok azóta, hogy nem beszéltünk. Így van, egyéni cselekvésből születik a közösségi ellenállás, remek, örülök neki, és akkor ezt nyomjuk is, akkor ezt a gondolatsort tovább. Valami tartósabb ragasztóval kellene. Én azt gondolom, hogy nagyobb probléma ez neki, hogy oda teszed, leszedik, megint oda teszed, megint egy alkalom, hogy ide gyere, ugye emberek látják, hogy csináljuk, megmozdulunk, tehát higgyétek el, hogy ez egy rendkívül jó dolog, hiszen látjátok, hány emberrel találkoztam ma itt Szigetszentmiklóson, akik integettek, akik erről beszélni fognak, akik ezt átgondolják, akik esetleg a családban megemlítik, és hát ha elindul bennük egy gondolat, hogy csinálni kell, tehát ezért fontos, hogy ezt így tegyük. Az integetők is álljanak mellé, de egyedül sokan szenvednek és ragaszkodnak a szenvedésükhöz. Igen, ezt kellene abba hagyni, a szenvedéshez ragaszkodást. Minden elismerésem, köszönöm. Gondolom a titkárnő vagy az ügyvéd, aki ott dolgozik és szégyenkezik Bona miatt, az is lehet, az ügyvéd is kilakul. Lehet, nem tudom, tehát én ezt az ügyvédet nem ismerem. Valószínű csak egy ház van, ez egy családi házas környezet. Családi házban két külön irodát bérelhetnek, szerintem ez lehet ennek az oka, de ezt nem tudom pontosan megmondani. Viszont kedves nézők, egyszer mindennek vége lesz, mint ahogy egyszer mindennek eljön az ideje. Tehát remélem eljön az ideje, hogy megdöntjük ezt a diktatúrát, ehhez természetesen ti is kelletek. És egyszer mindennek vége például ennek a véleménynyilvánításnak is. Ugye körülbelül egy órája indultam otthonról, ha jól emlékszem, igen, és most már úgy, hogy közben egy szigethalmi bankautomatát is leplakátoltam, meg itt Szigetszentmiklóson 6 bankot, 2 Fidesz irodát és egy bankautomatát. Ezzel a véleménynyilvánításnak most egyelőre vége, hogy még valami eszembe jut-e, azt majd foglátok látni, valószínű élő közvetítés talán már nem a mai napon, de hát nyilván jövő héten egy új hét kezdődik, amikor újból meg lehet mozdulni. Osszátok a videókat, nézzétek meg alaposan a benne lévő gondolatokat, amiket odaírunk, azokat is esetleg gondoljátok át, osszátok, terjesszétek, és a cselekvésre hívjatok fel embereket, és ne felejtsétek, ti, akik ezt a videót most néztétek, mindannyian
igenis a mai napon még elmehettek egy-egy bankot leplakátolni, ahogy írja is Kása Marianna, bátor példamutató hazafiak. Marianna, én úgy néznék már rólad, köszönöm szépen egyébként rólad egy olyan videót vagy képet, amikor megfogsz csak egyetlen egy darab plakátot és kiragasztod a legközelebbi bankra, és amikor ettől bátorságot gyűjtöttél, akkor utána újból, és ezt mindenkinek javaslom, csodálatos érzés tenni a jövőnkért, ezt bárki megteheti, viszont ne felejtsétek el, győzni úgy fogunk, hogyha sokan megtesszük rendszeresen, mint ahogy mi is csináljuk napról napra, hétről hétre, és most már lassan 6 éve. Szóval akkor nem marad más hátra, mint a jelmondatunk, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!